Millió ember él az emberi méltóságától és az emberi jogaitól megfosztva. Sem gyógyszerhez, sem megfelelő élelmiszerhez, sem munkalehetőséghez nem jutnak. A mozgásszabadságukban nemhogy korlátozva vannak, de teljes mértékben meg vannak tőle fosztva. Amikor oda ment ez a bizonyos flottilla, hogy szimbolikusan is és a gyakorlatban is megmutassa a világnak, hogy ez a blokkád nem tartható fenn tovább, akkor ahogy Balczó Zoltán rámutatott, a válasz az volt, hogy lemészárolták őket. Mi történik? A világ ezt szótlanul tűri, csak konferenciákat tartanak és tartunk, csak határozatokat hozunk, és ugyanakkor pedig ilyen gyalázatos szerződéseket fogadunk el, amelyben a szerződő felek ugye arra kötelezik magukat, hogy az emberi jogokat tiszteletben fogják tartani. Önök pontosan tudják, és amikor a gombot meg fogják nyomni, abban a másodpercben is fogják tudni, hogy Izrael állam nem tartotta tiszteletben az emberi jogokat, nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, és hogyha önök most újra biztatást adnak nekik, akkor soha nem is fogják tiszteletben tartani az emberi jogokat. Azt kérem, hogy ezzel a felelősséggel szavazzanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, Jobbik. Köszönöm tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Azt hiszem világossá vált mindannyiunk számára, hogy egy sorsdődő fordulathoz érkezett az országgyűlés munkája. Hát el kell döntenünk. A jogsértések sorozatát támogatjuk, ideértve egészen mondjuk a 2006 őszi felelősök kérdésének a mozdulatlanul hagyását, vagy pedig igenis sarkunkra állunk, és azt mondjuk, hogy az apartheid rendszereket nem lehet semmilyen körülmények között támogatni. És ki kell mondanunk, hogy Izrael apartheid rendszert működtet, és ezt a jogsértés sorozatot meg kell állítani, mert egyébként ugyanaz fog velünk is történni még egyszer, mint ami 2006 ősze után történt, hogy azt vártuk az Európai Uniótól, miután betuszkoltak minket, egyébként az MSZP Fidesz közösen betuszkoltak minket az Európai Unióba olyan feltételekkel, amelyek nem biztosították számunkra az elcsatolt területek magyarságához való kapcsolódásunkat, nem biztosították az önvédelmünket, a nemzeti önrendelkezésünket, egy ilyen körülmények közötti csatlakozás után kiszolgáltatva ott álltunk, amikor az Összödi Böszme beszéde után a rendőrséget rávezényelte, igenis társaival együtt a magyar emberekre, és megpróbált terrorizmust megvalósítva, megpróbálta az embereket elrettenteni az ellenállástól, de nem sikerült neki. Nem sikerült neki, mert 4-5-ös többséggel kisöprődtek a hatalomból. És ezután nem marad más nekünk, mint sem, hogy következetesek legyünk ahhoz, amit mi akkor annak idején követeltünk. Mit követeltünk az Európai Uniótól? Az, hogy védjen meg minket, álljon oda, és akadályozza meg alapelveinek megfelelően a jogsértéseket. A római szerződés 6. cikke egyértelmű és világosan a demokratikus értékek tiszteletére hívja fel a tagállamokat. És ezt a követelményt fogalmazza meg a társult tagokkal szemben is. Most volt ugye 20. éve a berlini fal leomlásának évfordulója. Hasonlítsuk össze a két számot. A berlini fal 155 kilométer volt, és 3,5 méter magas. A megszállt területeken 650 kilométer hosszú fal van, 8 méter magas. Olyan övezetekkel körbevéve, ami az emberhez méltó körülményeket semmilyen módon nem biztosítja az ott élő őshonosok számára. Mai hír, mai újsághír. Nem tudom, olvasták-e? A Magyar Nemzetben olvastam. Mégpedig azt, hogy egy imádkozó, iszlámhitű beduinokat kitoloncoltak egy mecsetből, és utána buldózerekkel nekimentek és lerombolták. Egy ilyen eszmeiségű állammal semmilyen közösséget nem lehet vállalni. És ezt emberi jogvédőként, nemzeti jogvédőként, magyar emberként és országgyűlési képviselőként semmilyen formában nem támogathatjuk. Egyébként fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez már egyszer a ház előtt volt ez a javaslat, majdnem, csak ugye Hegedűs Lórádné képviselőtársnőm Lenhard Balázsa közösen 560-as sorszámon előterjesztette az izraeli apartheid elítéléséről szóló javaslatot. Országgyűlési határozat javaslatot. Ez nem kevesebbet mond, mint azokat az evidenciákat, amelyeket Balczó Zoltán képviselőtársam és Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő megemlítettek. Azaz a kormánynak és a hazánknak egyetlen egy lehetősége van csak felkérni, megtenni azt a lépést, hogy felül kell vizsgálni hazánk Izrael állammal kötött kétoldalú megállapodásait,
kezdeményezni kell minden lehetséges nemzetközi fórumon Izrael apartheid bűncselekmények sorozatát megvalósító tevékenységének elítélését, továbbá meg kell tenni a szükséges lépéseket, hogy a súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat jelentő izraeli bejegyzési vállalkozások, különösen pedig a magyar társadalomban okkal félelmet keltő hadseregi tagot számláló őrzővédő cégek, törvénytelen ingatlan panamákat megvalósító befektetők magyarországi működésének felülvizsgálatára. És ezek a lépések most is itt vannak előttünk, és önök akkor ott kormánytöbbségiek nem támogatták azt, hogy a külügyi bizottságban ez a javaslat átmenjen és a ház elé kerüljön. Most pedig ide tesznek elénk egy ilyen javaslatot, amelyben nem kevesebb áll a második cikkben, mint hogy a felek közötti kapcsolatok, valamint megállapodás rendek minden rendelkezése az emberi jogok és a demokratikus alapelvek tiszteletben tartásán alapul, amelyek a felek bel- és külpolitikáját irányítják, és megállapodás alapvető elemét jelentik. Egy ilyen hatalmas hazugságot leírni egy ilyen megállapodásban, és ezt elénk tenni azzal, hogy igenis ez számunkra egy elfogadható, támogatandó szöveg, és bármely országgyűlési képviselőnek hogyan tud elszámolni a lelkismeretével ezek után, hogyha ezt az igen gombot megnyomja. Nekem könnyű helyzetem van, hiszen a Interparlamentáris Unió izraeli magyar tagozatának tagjaként sokkal könnyebb elmondanom azt a kritikát, mintha nem lennék az. De hát ugye most megteszem, mégpedig azt is, hogy utána néztem, igenis rengeteg zsidó civil szervezet már réges-rég rájött arra, hogy Izrael államának ez a folyamatos jogsértés sorozata nem tartható. És éppen ezért olyan mozgalmak indultak el, amelyek valóban, ahogy Morvan Krisztián említette, legfőbb céljuknak tűzték ki azt, hogy megakadályozzák Izrael társult tagságának a fenntartását, azaz fel kell függeszteni a társult tagságot, és nem mélyíteni, és nem kiszélesíteni azt, amely ráadásul nem kevesebbet kínál, mint sem, és erre nagyon figyeljünk, és főleg egy számunkra nemzeti radikális képviselők számára különösen veszedelmesen hangzik a letelepedési jog kölcsönös liberalizálása, és az áruk és szolgáltatások ugye kölcsönös liberalizálása és bővítése. Ehhez képest mi történik? Az, hogy azt állapította meg az ENSZ több vizsgálati jelentésében, hogy a megszállt területek, illetve a gázai övezet tekintetében az áruk és szolgáltatások szabad áramlását Izrael minden eszközzel akadályozza. Azon alapelvet sérti és tapos a sárba, amelynek most a haszonélvezője kíván lenni. Úgy gondolom, hogy világos volt a világ reakciója például Dél-Afrika kapcsán. Dél-Afrika esetében az apartheid rendszerrel szemben egy kőkemény szankciósorozatot indított el, amely végül is oda jutott, hogy a szankciórendszer bizony megroppantotta ezt a rendszert. Ebben most nem lehet más utat választanunk. Nekünk magyaroknak különösen érzékeny ez a kérdés, hiszen a palesztin nép sorsa a szétdarabolt magyar nemzet sorsával sok tekintetben hasonlóságot mutat. Trianon óta tudjuk, hogy a nemzeti önrendelkezés a legfontosabb alapérték, ami létezik egy közösség számára, és ez pedig az emberi méltósághoz való joggal kell, hogy kiegészüljön. Ez a kettő a palesztinok tekintetében tökéletesen sárba tiport állapotban leledzik. Kérdezzenek meg, keressenek meg egy Magyarországon élő palesztint. Nagyon sokan vannak, akik bizony be tudnak számolni arról, hogy milyen sorsot élnek meg családjaik, milyen tizedeléseket és milyen vagyonvesztéseket és milyen pusztításokat kell elszenvedjük nap mint nap, ahhoz, hogy át akarnak kelni dolgozni Jeruzsálem területére, vagy bármely falat átszelő lépést megtesznek, egy olyan meghurcolás és tortúrának vetik őket alá, ami a berlini fal megállító pontjához képest semmiségnek mondható. Világossá kell tennünk azt tehát, hogy ez a megállapodás semmilyen formában nem vállalható föl. Egyetlen egy országgyűlési képviselő sem adhatja ez a nevét. És igenis hallgassuk meg azokat a szavakat, amiket említettem az előbb. Jews for Justice for Palestinians nevezetű zsidó szervezet sokkal határozottabb szavakkal, mint amiket most itt megtettünk, igenis elítéli Izrael államnak ezt a működését, ilyen vérben fenntartását. Hiszen azért ne felejtsük el azt is, hogy a zsidó állam létrejötte 1947-ben azért kőkemény terrorcselekményeket követően vált lehetségessé. 1940-es években több száz halálos áldozattal járó merényletekkel és mészárlásokkal tudták elérni azt, hogy több százezer palesztin és arab ember el kellett, hogy hagyja ősi szülőföldjét. És jelenleg 4 millió palesztin teljes körű jogfosztottságban él, és noha 1988 óta önálló államuk van, de jure, Jeruzsálem a fővárosuk,
azonban de facto falak között jogfosztott másodrendű állampolgárként egészen elképesztő viszonyok között kell élniük. A lista hosszú, és ebben a kölcsönösség jegyére vonatkozó hivatkozás még inkább felháborító. Gondoljunk arra, hogyha most megpróbálna bármely magyar befektető Izrael területén termőföldet vásárolni, akkor finoman szólva nehéz dolga lenne. De ugyanez a lehetőség korlátozódik akkor, hogyha ingatlan befektető cégeket szeretne létrehozni, vagy pedig olyan élelmiszerfeldolgozó cégeket, amelyeket bizony itt nagy mértékben tapasztalunk zsidó befektetőktől, izraeli befektetőktől. Tehát 1988-ban Magyarország már akkor elismerte a palesztin független államot, és ennek a független államnak a támogatása és létrehívása nélkül Izrael semmilyen formában nem lehet részese olyan nemzetközi egyezményeknek, amely ráadásul nem csak hogy a status quo helyzetet legitimálja, de kifejezetten részesíti azokban az értékekben és előnyökben, amelyekkel az Európai Unió, bár nem sok ilyen rendelkezik, mégis bír. Éppen ezért egyként a Jobbik frakció nevében kérem önöket, hogy személyes felelősségvállalással egyben kövessék azt a felhívást, amely a bojkottra szólítja fel mindazon embert, akik együtt éreznek a nemzetközi jog megsértése miatt azokkal a palesztinokkal, akiknek a jogait most durván megsértik. Igenis, támogassuk azt a mozgalmat, a bigcampaign.org honlapon elérhető mozgalmat, amely meghirdette, hogy ne vásároljunk semmilyen olyan terméket, amely a megszállt területekről származik, kifejezetten legyünk erre kényesek, és ha ilyen terméket találunk, akkor hívjuk fel a bolt figyelmét is arra, hogy ezt a forgalmazást hagyja abba. Ne töltsük el vakációnkat Izraelben, ne repüljünk az El Al repülőtársasággal, és egyáltalán tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a felelős döntéshozók végre ne dughassák homokba a fejüket. Az Európa Tanács legutóbbi parlamenti közgyűlésén is hatalmas vitát váltott ki az a gázai segélyflotilával szembeni támadás, ahol az Izrael állam megfigyelő képviselői képesek voltak azt a tarthatatlan véleményt elfoglalni, hogy bizony ott önvédelmi jogot gyakoroltak fegyvertelen, tisztességes békeharcosok szállítmányával szemben. És igen, ez egész európai közösséget felháborította. A nemzeti képviselők, akik nem eurokrataként ülnek az európai döntéshozatali fórumokban, hanem akik nemzeti parlamentet képviselnek, igenis a sarkukra álltak, és nagyon keményen és egyértelműen kifejezték, hogy semmilyen közösség nem vállalható az ilyen típusú háborús büntettekért. Tehát éppen ezért egyet kérek önöktől, hogy a H560-as számú javaslatot, amit már egyszer leszavaztak az izraeli apartheid elítéléséről, igenis vegye ismét a tisztelt ház a napirendjére, támogassa ezt, és Magyarország legyen a jogvédelem és a szabadság harcosa, és ugyanazt, amit megköveteltünk magunknak, hogy igenis védjenek meg minket az Európai Unió tagállamai, és a közös demokratikus jogértékek terjedjenek ki végül is Európa minden területére, ezen elvek alapján akadályozzuk meg azt, hogy ez a társult tagság további elmélyítést nyerjen, sőt, mint ők igenis akadályozzuk meg azt, hogy a társult tagság fennálljon továbbra is az Európai Unió és Izrael között. Köszönöm. Kettő percre Szabó Tíme, a képviselőasszonyt illeti a szó, LMP. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én és még néhány képviselőtársam ott volt május 31-én az izraeli nagykövetség előtt, amikor az ellen tiltakoztunk, hogy Izrael megtámadta a Törökországba tartó, illetve a Törökországba Gáza felé tartó segélyszállítóhajón. Akkor egyetlen jobbikos képviselőt sem láttunk ezen a tüntetésen. Hát a törökök előtt tüntetek, ott nem tudjuk miért. Azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy talán nem a törökök ellen kellett volna akkor tüntetni, hanem akkor is ilyen szisztematikusan és erőteljesen kiállni az emberi jogok mellett. Azt gondolom, hogy egyébként akkor hiteles az emberi jogok mellett való kiállás, hogyha ugyanúgy elítéljük az Oroszországban az emberi jogi aktivisták és újságírók ellen elkövetett elnyomást és gyilkolásokat. Ha ugyanúgy elítéljük Kínában a tibetiek elnyomását, vagy ugyanúgy elítéljük Afganisztánban a tálibok, a nőket és a gyerekeket elnyomó rendszerén. Mint azt már a korábbi felszólalásomban a Temerini ügyben elmondtam, az emberi jogok nem ismernek határokat, és nagyon kérem minden képviselőtársamat, hogy vegye figyelembe és vegye tudomásul azt, hogy valóban ki kell állni az Izrael által elkövetett emberi jogsértéseket.